A patacsi erdőtűz szakszerű oltását a szakemberek szerint nem tudta volna a katasztrófavédelem az együttműködő szervezetek nélkül lebonyolítani. A polgárőrség a rendőrséggel gyorsan és hatékonyan szervezte meg Orfűn a Pécsi tó kiürítését, hogy a honvédség helikoptere az oltáshoz szükséges vizet felvehesse. Cseh László, a Baranya megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének elnöke a helyszínen koordinálta csütörtökön és pénteken is a civil bűnmegelőzők feladatait, akik személykutatáshoz használt drónokkal tudták felderíteni a tűzfészkek helyét, ezzel pontos adatokhoz juttatni a tűzoltásában résztvevőket. Szinte az elsőként lettek olyan polgárőr egyesületek, amik egyébként önkéntes tűzoltó egyesületek is riasztva, főleg azért, mert a polgárőrségnek drónjai is vannak, és magát a területnek, illetve a tűzkiterjedésének a felderítését kellett első körbe megcsinálni. Ezt egy sima kamerás drónnal kezdtük meg, utána ezt a drónt felváltották már a hőkamerás drónok. Ezen kívül lapáttal, háti fecskendőkkel és szikracsapókkal segítettek a tűz körül határolásában, valamint őrizték, olykor pakolták a tűzoltósági járművekre a kárhelyről levonulók ellátmányát. Megindult a katasztrófa turizmus, amit a polgárőrök lent különböző pontokon akadályoznak meg, hogy az emberek, kíváncsiskodók még az itt műveleti területnek mondható területen ne bóklásszanak és nehogy balesetet okozzanak. Mint megtudtuk, pénteken a délutáni órákban egy robogós futár az oltásvezető utasítására lezárt szakaszon a zárást végző polgárőrt ütötte el, hogy bejuthasson az általa megközelíteni kívánt címre. Ellene várhatóan közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt indítanak eljárást.